Hőgyészen a település polgármesterének köszöntő beszéde nyitotta meg a Szent István napi vigasságot, amit az időjárás miatt kénytelenek voltak újra gondolni. Sajnos az időjárás picit közbeszólt. Néztük itt az időjárás jelentést, folyamatosan óránként figyeltük, meg a környező városokat, hogy ők mit lépnek. Szekszár is, ha jól láttuk, akkor ők is lemondták az összes kültéri rendezvényüket, sajnos nekünk is le kellett. Pedig úgy képzeltük el, hogy gyerekeknek is kedveskedünk, légvártól kezdve, fajátékoktól kezdve minden sok dologgal kültéren. Sajnos ez nem jött össze, a főzőverseny szintén kint szerettük volna tartani, 9 vagy 10 csapat jelentkezett, nagyon jó lett volna. Jöttek volna elég nagy közönséggel is természetesen, és hát sajnos nem mertük bevállalni. Tegnap felállítottuk a sátrakat, akkor 2 el is rakott a szél, úgyhogy a mai napot így nem mertük sajnos bevállalni. A rendezvényeinket, tehát a fellépőket beinvitáltuk a művöldési házba, és így 3 órától így tudjuk megtartani a rendezvényt. Nagyjából 3 olyan rendezvényünk van, ami nagyobb, pontosabban amióta én vagyok polgármester, azóta 4-et szoktunk tartani. Egy a gyereknap, egy nyárnyitó utca már. Az egyik legnagyobb ugye a 20-a, ami teljesen ingyenes, a többi az valamilyen szinten fizetős, a 20-a az teljesen ingyenes, és még ugye szeptember 17-ig lesz talán, ahol be tudjuk pótolni az elmaradt főzőversenytől kezdve a kültéri dolgokat, ez pedig szeptember 17 lesz a búcsú. A tervezett programok közül a borudvar a művelődési ház előterében kapott helyet, ahol többféle nedű közül választhattak a kóstolni vágyók. Fehér, rozé, illetve vörös borokat kóstoltatunk, mindegyikben van többféle, elsősorban ugye Hőgyész az vörös boros vidék, de hál' Istennek egyre több a fehér bor is, és az egyesület tagjai is előszeretettel készítik a fehér borokat, és egyre népszerűbb ugye a rozébor is. Hagyományosan kékfrankosból, vagy Cabernet Sauvignonból, illetve Merlotból készítik itt Hőgyészen. Az egyesület gyakorlatilag hát már hosszú ideje fennáll, és hát fiatalok révén azért próbáljuk követni a hagyományokat. Ez egy baráti társaság, nem egy hivatalos szervezet, és jó borokat készítünk, jókat beszélgetünk, jókat kóstolunk, és hát igyekszünk azért a hőgyészi borokat népszerűsíteni az egyesület által. Természetesen minden alkalommal, amikor a községben rendezvény van, akkor próbálunk megjelenni. 20-án, illetve a búcsún mindig kiállunk. A közönség fogyaszthatja a borainkat, szívesen kínáljuk mindenki számára, illetve a téli rendezvények alkalmával szintén meg lehet kóstolni a borokat. A színpadi programok sorát a Mass Dance tánc csoport kezdte, akik pörgős táncaikkal megalapozták az időjárás miatt a művelődési házba szorult rendezvény jó hangulatát. Szekszárdon van a központunk, illetve több helyszínen is van a gyerekeknek, az első körben gyerekeknek szól és van oktatás. Most egy ilyen nyári táboros összeválogatást táncoltunk, vagy hát próbáltunk, nehéz ugye nyáron, mert nem nagyon találkozunk, csak a táborokban. A másik csapat pedig a hőgyészi free dance, ők pedig felnőttek, nekik március óta vagyok az edzőjük, vagy hát tánctanáruk, vagy nem tudom. Ők is 2014 óta, és amúgy a Mass Dance is 2014 óta van. Nekik volt több tánctanárjuk, csak most éppen elköltözött talán az előző, és akkor én lettem a következő, én kaptam a megtisztelő feladatot. 2 csapat között az a különbség, hogy a gyerekeknél zenékből kis részekre táncolunk, itt meg egész zenékre táncolunk, és próbálunk hozzá öltözéket is választani, egy kicsit a kor szellemét is visszahozzuk, és akkor volt az egyik a táncolj még, az egy kicsit ilyen diszkósabb, meg ilyen bulisabb, a másik meg ez a pöttyös ruha, amiben most is vagyok, az pedig a gríz volt, és hát sokféle táncunk van, még van footloose, egy kicsit countrysabb, csak most nem hoztunk mindet, mert még jövünk, és szeretnénk majd mással is kedveskedni a hőgyészi csapatnak. A borús augusztusi délutánon a modern táncok sorát a Hőgyészi Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora követte, ami tovább emelte a délután színvonalát. A következő nagyszabású rendezvény, ahol az elmaradt főzőversenyt is igyekeznek pótolni, szeptember 17-én várja majd az érdeklődőket Hőgyészen.